Nem ért egyet a mi hazánk mozgalom a kormány által bevezetett intézkedésekkel, ezt mondta pap Tamás a szervezet Tolna elnöke sajtótájékoztatón. A párt frakcióvezetője levélben kérte a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vonják vissza a rezsicsökkentés átalakítását célzó törvényt. Úgy gondoljuk, hogy számtalan olyan magyar család van, aki gáz híján, árammal kénytelen fűteni, és az ő számlaik így elérhetik a havonta akár a több százer forintot is az új számítások szerint. A mi hazánk nem csak erre, hanem a katatörvény módosítására is szeretné felhívni az emberek figyelmét. A Kata ügyében a alkotmánybírósági panaszra van lehetősége az állampolgároknak, és a mi központi honlapunkon egy ilyen alkotmányjogi panasznak a mintáját találja meg, amit bárki le tud tölteni, és el tud küldeni az alkotmánybírósághoz, illetve szükség esetén jogi segítséget is tudunk nyújtani. A Tolna megyei elnök elmondta, ha a megkeresésre nem érkezik válasz, akkor országos tüntetéseket szerveznek.